Mintegy 1,5 milliárd forintos akár a felső tiszavidéken a februári jégár után. A védbiztonságot veszélyeztető károk ugyan nem keletkeztek, de több zsilip, vízmércék, csörlők, kompjárók és ártéri gyümölcsösök, erdők is sérültek. Az elmúlt hetekben noha csapadék is esett, a hazai szántóföldek jelentős részén eltűnt a belvíz. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint 18 ezer hektárnyi szántót érint még a belvíz, máshol elkezdték a tavaszi talajelőkészítési mezőgazdasági munkákat. Kai Istvánt, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Félmilliárdnyi kárról beszéltünk az imént, de ez a szám talán már növekedett is, hiszen ahogy a felmérések történnek, úgy egyre emelkedik ez a szám, sajnos. Igen, hát a jég az komoly károkat okozott a folyómederben, az ottani partvédelmi művekben, ezek talán a legnagyobb tételek. A zsilipek azok nagyrészt elkerülték, inkább a burkolatuk sérült, a vízmércék, az erdők, galéria erdő, véderdő szintén sérült, megbecsülni lehet csak a kárt. Tulajdonképpen árvizek után mindig van valamiben, valamit okoz, valamilyen kárt tesz a víz. Itt a jég nyilván keményebb és sokkal nagyobb a kár. A kompokban, hajókban esett kár, a saját hajóinkat azt ismerjük, hiszen ott is azért javítást szükség van, de máshol csak tudjuk, hogy vannak üdülőkben, épületekben, hiszen a hullámtéren vannak, a tulajdonosok tudják inkább, hogy mennyi az a kár, amit javítani kell. Tudom, hogy például Tuzsérnál a komplejáró, tehát az út is sérült, ez a burkolatot is megrongálta a jég, a víz. Ott külön bejárást kellett tartani, és ott nyilatkoznunk kell vízügyi szemmel, hogy igen, ott ez fennáll. Lesz-e elegendő forrás ezeknek a helyreállítására? Ezt megmondani még most nem lehet, hiszen országos probléma. A Dunán is volt árvíz, jeges ár, a Tiszavölgyben is volt. Ezek menet közben, tehát védekezés alatt is ezeket feltárjuk, összegyűjtjük, és a főigazgatóság felé ezt közöljük. Az összefoglaló jelentés is elkészült. Ez is tartalmazza tételesen, hogy miben vannak károk, milyen a becsült költsége ennek helyreállításának. És ha az állami büdzsé megengedi, vagy félre tudnak tenni kár helyreállítása, károk helyreállítására, akkor lesz. De soha nincs annyi pénz, amennyi szükséges lenne. Rákölteni. Mennyi idő, amíg ezeket helyreállítják, és egyáltalán mi az, amit így nagyon gyorsan meg kellene oldani, ahhoz, hogy ne legyen baj? Itt a hajók, tehát egy jégtörő hajunk, nekünk is van, a Feti Vízügynek is van, nyilvánvalóan ezek üzemképessége biztosítottnak kell lenni, ebben már lépések is voltak. A folyószabályozási munkák azok tervezést igényelnek, tanulmányokat kell készíteni. Itt most, ami konkrétan felmerült, hogy azok a kanyarok, a folyókanyarok, amelyek a jég megállást segítik, és nem pedig a jég levonulást, hiszen ez egy adottság, ezekkel lehet segíteni, de ez összetett kérdés, hiszen a naturális hullámtér a Tiszán is, tehát a természetvédelmi értékek is figyelembe veendőek. Persze az árvíz levezetés, a jéglevezetés azért főszerepet kell, hogy kapjon. De ezt még mi, tehát mérnökök vagyunk, tudjuk, hogy tehát mintázni kell, modellezni kell, számításokat kell végezni, aztán jön a költségvetés, becslés, meghatározás, és majd ahhoz lehet rendelni projektet. Ez azt jelenti, hogy ez az idei extrém jeges ár felhívta bizonyos dolgokra a figyelmet, ami egy hosszú távú gondolkodást igényel, és a tapasztalatok leszűrése az most zajlik. Igen, minden nagyobb árvíz esetén jócskán vannak tapasztalatok. Megmutatja
ezek megmutatják, milyen irányt kell venni, hol kell javulni. Itt is felmerült korszerű technikák alkalmazása, korszerű technológiák alkalmazása az észlelésben, a feldolgozásban, a modellezésben. Hát maga a védekezés alatt is, ahogy tudtunk, a vízügyi ágazat, a veti vízig is, alkalmaztuk azokat, amik kéznél voltak, és ismerünk modern dolgokat is. De ezekhez, tehát ha adatokra van szükség, pontos adatokra, hogy jól tudjuk számítógépen modellezni a vizek lefolyását, az előrejelzését, kimondottan érdekes a Jegesárnál, hiszen nem lehet, nem olyan könnyű, tehát bármikor megállhat a jég, azt is valahogy hogyan lehet megmondani, hogy most ez meg fog állni. Hát látjuk persze, hogy ott a jég megállása hajlamos hely van, de a jég nem biztos, hogy azt most úgy gondolja. És itt van vízállástól is függ, hiszen most kiterült a hullámtére. Magasabb vízen jött le. Nem biztos, hogy akkor ott fog megállni, lehet, hogy máshol. Mit fog okozni, ha hirtelen egy óra alatt egy méternél is többet emelkedhet a vízszint. Ha ez már a készültségi szint fölött van, hirtelen harmadfokú víz is előállhat itt, hogy Záhonynál a legmagasabb vízállást kialakulása se lett volna lehetetlen. Attól függ, azért nem történt, mert a jég úgy gondoltam, hogy megindul. Meg volt rá a feltétel. Megvan a vízügyi ágazatban az a tudományos kutatói apparátus, ami képes lesz, vagy egyáltalán meg tudja oldani ezt hosszú távon? Hát ez jó kérdés, mert hogy 2000 óta egy tudományos tanács van a vízügyön, a vízügyi ágazatban. Ők ilyenkor, és ha vannak kérdések, vizsgálandók, akkor összeülnek és adnak javaslatot. A Vituki, a kutatóintézetünk megszüntetésre került, azt hiszem 6 évvel ezelőtt. Na most ennek érezzük is a hiányát, mert nem csak itt a Jegesár kapcsán, hanem ugyanúgy a vásárhelyi tározók üzemeltetése, vagy más szakterületünkön problémák, vizsgálata, kutatások. Rendben, hogy az egyetemen vagy a főiskolákon végeznek kutatást, de hát az jóval kevesebb. És itt a földművek vizsgálata szintén fontos, hiszen azok védenek a nagy árvizektől. Vannak, én 23 éve végeztem az egyetemen, hát ahhoz képest nagy előrelépés van a fejlődés, a technológia, számítási módszer tekintetében. Hát ezt mutatni kell, ezen új eszközök vannak, számítógép, ezt mind lehetővé teszi. Tehát az intézetre, kutatóintézetre szükség van, szükség lenne, akik a munkánkat segíteni. Én remélem, hogy ez meg fog valósulni. A kormány elfogadta a víz stratégiát, a Kvassai Jenő tervet. Ez tartalmazza, hogy itt is lépni kell. Ez egy átfogó terv egyébként. Én bízok benne, hogy fog forrás is, pénzügyi lehetőség is lesz rá. Projektek fognak kutatásfejlesztésben megvalósulni, és a mostani tanács, tudományos tanács és az igazgatóságok, a mostani szakembergárda pedig azt megfogja a dolgok lényegét, és tényleg amentén fog haladni ez a munka, ami fontos, ami az operatív munkánkban is javulással jár. Most viszont annyit meg fognak tenni, gondolom, hogy a földmunkák el tudjanak kezdődni a mezőgazdaságban, nem fog fennakadást okozni az, ami természetesen történt. Tehát a napi munkát végezzük, ismerjük, adatok vannak, előrejelzések születnek, a szükséges intézkedéseket ezt megtesszük, és nyilván a fenntartási munkák azok megkezdődnek, fejlesztési munkák indulnak be, az árvízvédelmi töltésfejlesztési kezdődik a nyáron várhatóan, effektív a kivitelezés is, ami több évig fog tartani. Tehát ezek előkészítése nagy ütemben zajlik. Nem unatkozunk attól, hogy nincs árvíz, nem unatkozunk egy cseppet sem. Dajka István, köszönjük, hogy befáradt hozzánk ma este a stúdióba. Nagyon szívesen.